Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. János apostolnak az első levelével fogunk ma foglalkozni. János nevét ismerhetjük az apostolok köréből, és ugye ő volt az az apostol, aki Jézus szűk köréhez tartozott, talán a legközelebb volt hozzá, ugye a szeretett tanítványként is utalunk rá. És Jánost ismerhetjük már az evangéliumból, ismerhetjük a három leveléből, amivel most kezdünk el foglalkozni, majd jövő héten lesz a második és a harmadik levél, és van még egy könyv, a jelenések könyve, amire két alkalmat is szánunk, tehát a Bibliai Szabad Egyetemünknek a végén, főleg János apostolnak az írásaival foglalkozunk. Ugye voltak kisebb levelek is előtte, ugye a Júdás levele, vagy Péternek a levelei, de János apostolra mindenképpen érdemes odafigyelni, hiszen ő volt az a finom lelkű, igazán szeretetteljes tanítvány, aki valamikor a mennydörgés fiából, ugye testvérével együtt így is nevezték őket, az a tanítvány lett, aki igazán értette és érezte, hogy mit jelent Jézus szeretetét megkapni, átadni, továbbadni. Na hát amikor levelet ír valaki, akkor ugye mindig előjönnek ezek a szerzőségi kérdések, egy picit fussuk át ezt a kérdést is, bár itt talán az egyik leginkább egyértelmű, hogy kiről is van szó, ki írta ezt a levelet. Annyi utalás van itt, hogy látják a dián kivetítve, hogy gyakorlatilag semmiféle kétel nincs afelől, hogy a 12 tanítvány egyike, János apostol írta ezt a levelet. A legtöbb egyházatja idézi, vagy a másik egyházatját idézi, akinél előfordulnak János leveléből gondolatok. Tehát a Polikárp püspöktől kezdve egészen Jeromosig nagyon sokan utalnak Jánosra, illetve egy-egy gondolatára. A murátoni töredékben is megtalálható, és a szerzőről annyit tudunk, hogy ő szem és fültanúja volt annak, amit elmond. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ez volt az apostoli hivatásnak, vagy apostoli minőségnek a legfontosabb jellemzője. Később ugye Pál apostol is bejön a képbe, aki nem volt ott a 12 között, de akkor hogyan lehet neki is apostoli tekintélye? Hát úgy, hogy ő is találkozott Jézussal, illetve ő is átélt olyasmit, amit senki más nem, sőt, talán még erőteljesebb tapasztalata volt, mint sok más kortársának, és az ő üzenete, az ő tanítása egyértelműen összhangban volt Jézus tanításaival és a Jézusról való bizonyság tételével. Ahogy említettem, több levélnek is ugyanaz a szerzője, és az evangéliumnak is ugyanaz a szerzője. A két írás teljesen más műfajú. Ugye az evangéliumnak milyen a jellegzetessége, hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Az evangéliumoknak mi a fő irodalmi sajátossága? Ugye egy levél az általában egy formai üzenet van, egy bevezetője, egy címzetje, egy központi témája és néhány üdvözlő szóval lezárja. De az evangélium más. Milyen jellegzetességé vannak ennek? Hogy mi ezt tudnánk leginkább talán hasonlítani az evangéliumot? Tessék? Vallási jellegű. Hát vallási jellegű mindenképpen, igen. Történetmesélés, de inkább talán egy ilyen prédikációhoz hasonlít, tehát nem egy tudományos jellegű életrajz, hiszen Jézus életének csak a fő mozzanatait mutatja be, például a gyerekkorát egy az egyben a legtöbben kihagyják, nincsenek konkrét dátumok sem Jézus életével kapcsolatban, és főleg Jánosnál látjuk azt, hogy ő az eseményeket annyira nem is követi, inkább a történeteket, a személyes találkozásokat mutatja be. Ő is végigmegy Jézus életén, de olyan elemeket ragad ki, ami túlmutat az előző három evangélistának a gondolatmenetén, például Lukácsnak a tudományos jellegű gyűjtésén, és ő valami lelki üzenetet akar megfogalmazni, hiszen már úgy látja, hogy a korábbi evangéliumokat mások olvasták, ő valamit ehhez hozzá akar tenni. A levele is egy kicsit ilyen hasonló stílust követ, tehát nagyban követi az evangéliumnak a gondolatmenetét, de ami magát a levelet igazából motiválta, az a tévtanításoktól való megóvása a közösségnek, hogy hát ki ez a közösség, ezt nem tudjuk, sem a szerző, sem a címzettek nincsenek meg ebben a levélben, ezért a katolikus úgynevezett egyetemes levelekhez sorolhatjuk, ami egy általános üzenet, tehát nem konkrétan mondjuk a galáciabelieknek, a korintusiaknak, a filippibelieknek írta, hanem általában a keresztényeknek, akik abban a korban éltek. Ugye mikor élt János? Ugye a 90-es évek végén írhatta ezt a levelet, illetve a jelenések könyvét is. Ő volt talán a legtovább élő tanítvány, akit még addig nem végeztek ki, bár ő is közel volt hozzá, csak őt ugye száműzték Pátmos szigetére. Tehát ő volt az utolsó evangélista, vagy apostol,
aki még valamit tudott adni az ő generációjának és az azt követő generációknak. És ugye a kereszténység egy különös helyzetbe kerül, majd mindjárt megnézzük az akkori kihívásokat, mert elindult valami, tehát elindulnak a gyülekezetek, elindul a misszió, de rögtön valami sátáni mozgolódás is megjelenik, ahogy az lenni szokott, és már ezekre a veszélyekre utal János a levelében, próbálja ezeket a problémákat orvosolni vagy megelőzni. Például a bevezető ugye egyértelműen utal arra, hogy ő több írásban is érdekelt, hiszen az első levél, első fejezet, első verse azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. És még folytatva, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tehát amit eddig elmondott, gyakorlatilag azt mutatja, hogy ő ott volt, ő látta, hallotta, amit Jézus tett, sőt azt mondja, kezünkkel is érinthettük. Tehát ő, aki legközelebb volt Jézushoz, aki elment vele imádkozni, aki ott ült mellette az utolsó vacsoránál, akinek megmosta Jézus a lábát, ugye többek között. Ő egy olyan valaki volt, aki tudja, hogy miről beszél, és így gyakorlatilag visszautal az evangéliumra, az ott elhangzott gondolatokra. Ugye mondtam, hogy minden írásnak van egy fő üzenete, egy fő célja. Ha egymás mellé tesszük az evangéliumnak a fő üzenetét, vagy a motivációját, hogy miért is írta meg János azt a művet, és miért írta meg a leveleit, akkor egyértelmű a kapcsolat. Ugye az első gondolat, a János evangéliuma 20. fejezetének az utolsó verse, ez már egyfajta záradék, aztán még jön a 21. fejezet, ahol a Galileai tengernél van egy jelenet, ugye Péternek a háromszori fogadkozás, hogy mennyire szereti Jézust. De gyakorlatilag itt már a János evangéliuma lezárul a 20. fejezet utolsó versével, és itt azt mondja, ezek pedig azért irattak meg, már az egész történet, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát az evangéliumnak a célját akkor hogy tudnánk megfogalmazni? Hogy hitre jussanak. Higgyenek Jézusban, és ebből fakadóan örök élettel legyen az olvasóknak. A levele pedig így összegzi a gondolatát, ez is az utolsó fejezet, 13. verse, azt mondja, ezt pedig azért írtam nektek, akik hisztek, tehát ők már hitre jutott olvasók, hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ugye nagyon szép ez a kapcsolat a két írás között, hogy az egyiknek a célja, hogy hitre jussunk, a másiknak a célja, hogy a hitben megmaradjunk. És ez a kettő nagyon fontos, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát akkor értük el a célunkat, ha valaki mondjuk hisz Istenben, megkeresztelkedik, csatlakozik a közösséghez, a kereszténységhez, vagy valamelyik gyülekezethez, és akkor azt mondjuk, hogy akkor jó, befejeztük a munkánkat. De János úgy látta, hogy itt még nem ért véget az ő munkája. Nem elég, hogy valakit hitre juttat, és Jézus mellett valaki döntést hoz, hanem ebben a döntésben meg is kell állni mindenféle támadással együtt, ami éri ebben az új életében. És hát támadás bőven van, és bőven lesz mindenkinek, aki Isten követésére adja magát. Egymás mellé téve a levél és az evangélium fő gondolatait, azt elfelejtettem mondani, hogy Fenyvesi Péter Pálnak köszönhetjük ezt a részletes anyagot, illetve más kommentárokat is még mellé tettem, az ő jegyzete közzé lesz téve. Most abban nem nyúltam bele, itt a diavetítésben azért több dolgot még beletettem, de ez például ő állított össze ezt a párhuzamos táblázatot, hogy sok helyen szinte szóról szóra egyeznek a gondolatok, például a levélben az, hogy örömünk teljes legyen, evangéliumban, hogy örömötök teljes legyen, akkor a pártfogónak, a vigasztalónak, a Szentléleknek az ígérete megjelenik, Isten ismerete, a parancsolatok, Isten parancsolatainak való engedelmeskedés, a világosság, mint központi gondolat, ez majd a levélben különösen hangsúlyos lesz, ezzel szemben a sötétségben való járás, ugye nagyon jól mutatja egyébként, hogy a Krisztus követése világosságot hoz az ember életébe, aki sátán birodalmában marad, az a sötétségben jár, ugye nem tudja, hová megy, nincsenek céljai, nincsen kilátása.
akkor az örökké, megmaradni örökké Istenben, a fiúnak a tagadása, erre majd kitérünk külön, Jézus Krisztus istenségének a kérdésével is foglalkozik a levél, a Szentlélek kenete, ami majd megtanítja, elvezeti az embereket az igazságra, az egymás iránti szeretet, mint az Isten iránti szeretetnek a kifejezése megjelenik, akkor a halálból való átmenet az életbe, az engedelmesség, mint Istennek kedves cselekedet, vagy Istennek kedves élet, az igazság lelke, az egyszülött fiú, és az élet, ami Istenben található. Ezek a főbb témák és a főbb párhuzamok. Ha a levélnek a rövid összegzését nézzük, most nem írtam bele direkt a konkrét szakaszokat, mert eléggé áttekinthetetlen most egy ilyen dián belül, de a fő pontokat, hogyha megnézzük, ugye van benne az életnek a megnyilvánulása, amiről olvastam már, hogy megjelent az élet, és ők ezt látták, hallották, tapasztalták, megérezték. A második pont, hogy a világosságban való járás mit jelent, tehát mit jelent kereszténynek lenni. A harmadik fő gondolatkör a szeretetnek a megőrzése, a szeretetben való kitartás. A negyedik szakasz az a bizonyosság, a hit által való bizonyosság és a befejező gondolatok az életről kapott bizonyosságoknak a hangsúlyozása. Nos, milyen környezetben született meg a levél? Nézzünk néhány ilyen gondolatot. Az egyik az, hogy a gyülekezetben már megjelenik az, hogy olyan emberek okozzák a legtöbb problémát, akik kiszakadtak, akik valamikor a gyülekezet tagjai voltak. Nem tudom, ismerős ez a helyzet. Most egy kicsit a politikai kultúránkba belenézünk. A legtöbb bajt általában azok okozzák, akik a belső körben voltak valamikor, és utána kívülállóként támadják a régieket. Ugye itt van benne sértettség, van benne személyes valamiféle ambíció, és ez a kereszténység idejében és a kereszténység körében is így működött, hogy a korábban gyülekezeti tagok elkezdik támadni különböző tanításokkal, elméletekkel, így bombázni és bomlasztani a közösséget. Tehát Sátának ez egy régi módszere, hogy általában azok a legérzékenyebbek ezek a kérdésekre, akik valamikor közel voltak a többiekhez, és hát a legnagyobb fájdalmat is éppen emiatt ők tudják okozni. Tehát néhányan már ekkor, a 90-es évek végén, hogy gondoljunk bele, hogy egy fél évszázad telt el nagyjából Jézus halála után, vagy nem sokkal több, tehát már kialakul egy követői tábor, de már kialakulnak a szakadárok, vagy a tévtanítók is. Két fő gondolatkört kell megemlíteni, ami hát abban a korban még így igazából nem érhető tetten, vagy nem lehet ezt mondani, hogy János pont erről írt, de hogyha később összerakjuk ennek a folyamatát, akkor az egyik fő motívum, amivel már János foglalkozik, az a gnoszticizmus, ami hát nem is annyira vallás, hanem inkább egy vallás filozófia, egyfajta látásmód, ami a görög filozófiának egy lenyomata. És ez a gondolkodásmód megjelenik a kereszténységre szabva is. Ugye az, néhány dolgot itt összegyűjtöttem, ugye innen jön ez a gondolat, hogy a lélek jó, az anyag meg rossz. És ugye ez levetítve ránk, hogy a test, és Pál is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a testemben lévő bűn, a testemben lévő gonoszság az engem gyötör, de a lélek, a lélek törvénye az valami jót akar, valami mást akar. És ezt a harcot így fogalmazza meg ő maga is. De ez a filozófia azt mondta, hogy a lélek az egy jó, és a rossz, ami a testben van, az valahogy a kettő nem fér össze. Nem lehet együtt, és Jézussal ez volt a problémájuk, hogy lehet a tökéletes Istennek a tökéletes megjelenése ebben a testi formában tökéletes. És azért, ha belegondolunk, tehát ha ez a kiindulási alap, amit a gnózis vagy a gnoszticizmus tanít, akkor valóban Jézus egy óriási probléma számukra. Csak ugye megint a sorrend nem mindegy. Nem tudom, így a fotózással kifoglalkozott, vagy mennyire ismerjük mondjuk a különböző lencséknek a sorozatát. Ugye egy komolyabb objektívben akár 10 vagy 10 fölötti lencse is van, és a végére a tetejére, úgymond a sok-sok lencsének a végére lehet éleszteni mondjuk különböző szűrőket, amik mondjuk a napfénynek a csillogását megszűrik, vagy egy kicsit árnyaltabb képeket adnak, vagy különböző hangulatokat keltenek. De a lényeg mégiscsak a lencse, tehát az alkotja a képet, és ezek a szűrők vagy javíthatnak, vagy ronthatnak magán a kép minőségen. És gyakorlatilag, hogyha így visszafelé nézzük a dolgokat, akkor ez mindent tönkretesz, és sokszor ezek a filozófiai gondolatok
már oda kerülnek az elejére, és gyakorlatilag ezen a szűrőn keresztül próbáljuk a valóságot, az isteni tanítást megérteni, és semmiképpen nem fogjuk látni a maga tiszta valóságában. Tehát el kell ezeket a szűrőket távolítani, hogy letisztuljon a kép, és sok esetben mi is egy teljesen rossz irányból közelítünk meg egy problémát, ezért mindenképp a vége is csak rossz lehet. Tehát a gnoszticizmusa az volt a baj, hogy egy olyan filozófián keresztül akarta megérteni Krisztust, ami egyszerűen önmagában kizárja, hogy a valóságot lássuk, az igazságot tudjuk meg Jézusról. Tehát ennek a logikának a mentén valóban Jézus születése, emberré létele, a halála egy értelmezhetetlen dolog, mert mi az, hogy az Isten testben születik meg, mi az, hogy testben meghal az Isten, tehát így gyakorlatilag Krisztus természetét, emberi és isteni természetét egyszerre tudta megkérdőjelezni. De mégis azt mondták, hogy lehet valamiféle megváltás, tehát egyébként minden vallásban a megváltást érdemes kutatni, mert ez mutatja meg a lényegét annak a tanításnak, hogy honnan jön a megváltás ebből a világból, vagy ebből a testből, vagy ebből a bűnös életből. A keleti vallásoknak, mindenféle vallásnak megvan ez a megváltás teológiája. Ennek is volt egy ilyen. Ők a megváltást abban látták, hogy ezt a bűnös testet elhagyva, hogy a bűnös testnek a rabságától megszabadulva az ember a lélek világába kerülhet, a lélek világába menekülhet, és ennek a menekülésnek az eszköze az a tudás, az a gnózis, innen jön ez a kifejezés, amit hát nem leírásban, vagy nem ilyen evangéliumokban adtak tovább, hanem szájról szájra általában ilyen titkos tanítások vagy körök formájában. Egyébként más vallásokban ez megjelenik, vagy különböző mozgalmakban, hogy sokáig nincsenek írott dokumentumai bizonyos tanításoknak, hanem csak a szűk tanítványi kör kaphatja meg ezt a titkos tudást. Ebből is van egyfajta ilyen elitista gondolkodás, és azért figyeljük meg, hogy mennyire harapnak ma is az emberek az ilyenekre, csak ezt ma máshogy hívják, hogy ilyen összeesküvés elméletek, meg titkos társaságok, meg szabadkőművesek, meg nem tudom, meg a nagyhatalmak, vagy nem is így hívják, hanem háttérhatalom, meg stb. És néha neveket is adunk ezeknek, de általában ezek a tanítások nem nyilvánosan, nem mindenki által hozzáférhető módon terjedtek. De most gondoljuk el, hogy ott abban a gyülekezetben beül valaki a sorok közé, és akkor elkezd mondani és utyorogni ilyen titokzatos, izgalmas dolgokat, hogy hát egyébként ez nem úgy van ám, hogy Jézus valóban Isten, meg hogy ő hogy lehetne emberként ilyen tökéletes, meg hasonlók, és akkor ugye elindítják a gondolatokat, és ebből a végén megosztás támad. És ugye van ennek egy párhuzamos, vagy egy ehhez kapcsolható másik ideológiája, ez a doketizmus, ez a dokeon látszani szóból származik. Ez a tanítás lényegében azt mondja, hogy Jézusnak nem is volt valóságos teste, tehát ő egyfajta szellemlényként jelent meg. Nyilván így az ő halála is csak egy látszat valami volt, egy ilyen szemfényvesztés. Tehát Jézusnak a természetét ők még inkább kiüresítik, és az egész emberi válását, a testi lételét így nem is tudják elfogadni. Tehát a levélben ezek a kifejezések így nem szerepelnek, de az ellenük folytatott harcból következtethetünk arra, hogy ennek a filozófiának a nyomai már akkor megjelentek a gyülekezetben. Tehát ezt kicsit úgy kell elképzelni, hogy van egy levélváltás, aminek csak az egyik felét ismerjük. Ugye a levélváltások ugye nem írásban volt, hanem szóban, tehát van egy helyzet a gyülekezet oldaláról, amit nem mondtak el, nincs leírva mondjuk egy gyülekezeti levél, amit eljuttattak Jánosnak, hogy te figyelj ide, ilyen problémák vannak itt és itt, hanem csak a választ ismerjük, és ebből kell következtetni arról, hogy mi volt az eredeti kérdés. Tovább nézve a történelmi hátteret, János eléggé kategórikus. Tehát ha ma János ilyen gyülekezeti vezető lenne, akkor sokan félnének tőle. Mert semmiféle teret nem adott annak, hogy ezek a tévtanítók terjesszék a tanaikat, hanem egyszerűen elszigetelte őket, és megcáfolta nagyon egyenesen a tévtanításaikat. Tehát ő egy ilyen harcos emberré vált, nem azért, mert ez volt
az alaptermészete, hanem azért, mert féltette a testvéreit, féltette a gyülekezetet attól, hogy ők is Sátánnak a csapdájába esnek, és félt attól, hogy szétesik az a kis közösség, ami nemrég alakult. Érdekes helyzetbe kerültek nem csak a különböző tévtanokkal kapcsolatban, hanem a zsidósággal szemben is, hiszen nagyon sokáig, míg a rómaiak is egyfajta zsidó szektának látták a keresztényeket. A zsidók persze ezt kikérték maguknak, és egyre inkább elhatárolódtak tőlük. És hát volt egy történelmi esemény, amit nem említ meg János, de tudjuk, hogy már itt 70 után vagyunk, ami egy sorsforduló volt a zsidóság életében, hiszen a templom most már nincs. Tehát a templomi kultusz, ami az egész életüknek a központja volt, az megszűnik, és elkezdődik egy új vallási életnek a megszervezése, a zsinagógai rendszernek a kiépítése. Ami azt jelentette, hogy egyébként a farizeusok álltak ennek az élére, elkezdték az egész vallási életet újjászervezni. Ugye eddig sok kérdés ebből nem volt, mert tudták, hogy Jeruzsálem a templom, vagy Jeruzsálemben van a templom, oda kell menni a fő ünnepekkor, megvoltak a ceremóniák, a rítusok, aminek egyszerre csak vége lett. Akkor most hogyan tovább, mit csináljanak? Hogyan őrizzék meg az azonosságukat, vagy a zsidóságnak az értékeit? És ők is elkezdtek egy ilyen tévtanokkal, vagy számukra eretnek tanításokkal szembeni fellépést, és kizárták, kitagadták azokat az embereket, akik már nem vallották az ő hagyományos ószövetségi rítusaikat, vagy tanításaikat. Tehát a kereszténység ilyen két tűz közé kezd lassan szorulni, egyrészt a rómaiak részéről, egyrészt, másrészt pedig a zsidóság részéről. És egyébként azt mondják, hogy Jánosnak a levele, vagy a három levele, meg a jelenések könyve nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kereszténység, mint egy új vallás tudja értelmezni önmagát. Ugye minden új vallásnak, vagy minden új mozgalomnak kellenek alapprogramok, vagy alappontok, amire lehet hivatkozni. Jánosnak az első levelében néhány ilyen alapprogram meg van hirdetve, Jézus Krisztus hogyan kell tekinteni, és minek látjuk őt, az atyát minek látjuk, hogyan látjuk az egymáshoz való kapcsolódásunknak a lényegét. Tehát megfogalmaz néhány alappillért, ami később a keresztény gyülekezeteknek megadta az alapvető identitását. És a levelet, ahogy említettem, a megtért keresztényeknek írta, tehát ő nem harcol már azokkal valójában, akik kiléptek, tehát úgy tűnik, hogy akik problémát okoztak, már nem tagja a gyülekezetnek, vagy ha tagjai, akkor el kellett, hogy értsenek Jánosnak a szavaiból. Na, nézzünk néhány fő témát egy kicsit tüzetesebben. Ugye az egyik ez a fény és a sötétségnek a megjelenése, ami egyébként nem tipikusan keresztény gondolat, ugye gondoljunk a kínai vallásban is, ugye ez a ying és a yang, az ókori vallásokban is, ugye ez a jó és a rossz, vagy a sötétség és a világosság, tehát nem tipikusan keresztény gondolat, de jól használja János arra, hogy megértsük, hogy mennyire nagy az ellentét az Isten követése és a világ életmódja, vagy a világ értékrendje szerint. Fő témája, ahogy említettem, a Jézus Krisztus személye körüli vitáknak az eloszlatása, és egyértelműen megváltóként mutatja be. Az atyáról való tanítása nagyon fontos, hiszen a Jézushoz való tanítást az atyán keresztül vezeti le, és ez egy nagyon sajátos gondolat ennek a levélnek. Tehát mi is, amikor bármilyen kérdés kapcsán vitázunk, érdemes ennek egy kicsit úgy a környezetét is feltárni. Mint amikor mondjuk ki akarunk a kertben egy fát ásni, az nem úgy van, hogy fogjuk és kihúzzuk, főleg ha már jó régi, pár szó volt már ehhez szerencsém, tehát körbe kell ásni kemény munkával, és a gyökerekig el kell jutni, és amikor a gyökereket szépen körbe el tudtuk vagdosni, akkor lehet azt a fát onnan majd kiemelni. Tehát a vitáknak is a gyökeréhez próbál János visszatérni, és először azt mondja, hogy akkor jó, nézzük meg az atyának a szerepét, amit nem vitattak, sem a zsidók, sem a pogányokból lett keresztények, tehát az Atya Istenről szóló tanítást gyakorlatilag egyik vallás sem vitatja, még a különböző Szent Háromság tagadó mozgalmak sem, amik megjelentek később, és amivel volt is problémájuk egyébként az első keresztényeknek, tehát az atya úgy rendben volt. A zsidók számára is ugye az egyisten hitbe ez úgy nagyon jól belefért, de a Szent Háromság tagadásnál is ugye Krisztust támadták többnyire meg a Szentléleknek az istenségét. És akkor azt mondja, hogy az atya valójában a világosságnak a forrása.
nem csak a teremtésre gondoljunk, hanem a tanítás tisztaságának, a szeretetnek a forrása. Ő maga a szeretet. Ugye János azt mondja, hogy Isten szeretet. Tehát nem csak egy jellemzője, hogy ő szerető, kedves, meg hasonlók, hanem a szeretet is, és pont is. És ebben minden benne van, hogy minden, amit tesz, minden, amit mond, minden, amire kér bennünket, az a szeretetből fakad. És azt mondja, egy ilyen gondolatmenetet próbál felvezetni, hogy az Isten világosságában élni egyenlő azzal, hogy közösségben lenni Istennel és egymással. És ez ennek a levélnek a legfőbb gondolat, ami újra és újra visszatér, hogy ha a világosságban élek, akkor közösségben vagyok a világossággal. Nem lehetek más oldalon, nem lehetek a sötétségben is egyszerre meg a világosságban. Tehát az isteni szeretet ebben nyilvánul meg, vagy az isteni szeretet befogadása, hogy ebben a szeretet közösségben élek az én teremtőmmel, megváltómmal és a hittestvéreimmel is. Tehát itt a szeretet közösséget János elsősorban a gyülekezet tagjaira vonatkoztatja. Jézus beszél ugyan az ellenség szeretetéről is, meg hasonlókról a hegyi beszédben, de Jánosnál az egymás iránti szeretet az elsősorban a gyülekezeten belüli kapcsolatokra utal. Isten szeretete, tehát zárójelben az Istennek a természete és a jelleme, az abban nyilvánult meg, hogy elküldte a fiát, Jézus Krisztust. Ugye a szeretet az mindig egy adományozó szeretet Isten részéről. János 3.16 szintén ugyanaz a valaki írta, ezt talán tudjuk fejből is, hogy kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát a szeretet az nem egy érzés volt Isten részéről, hanem egy adományozó szeretet. Mint a szülő is, hogyha tudja, hogy mivel tud örömet okozni a gyermekének, akkor azt fogja neki megadni. És itt nem csak arról szól, hogy örömet szerezzen az embernek Isten, hiszen Jézus emberré léte az nem feltétlenül egy ilyen örömteli dolog volt, mert a bűn miatt kellett ennek így lennie, hanem ez a szeretetnek egy olyan kifejezése, ami nem tart vissza semmit, még a legfontosabbat sem. Tehát mi is ezt az atya-fiú dolgot talán értjük, és ebben értjük meg leginkább az isteni önfeláldozásnak és a krisztusi önfeláldozásnak a lényegét. És ebből úgy folytatja tovább a gondolatmenetet, hogy erre a szeretetre egyféleképpen lehet válaszolni, hogy mi is szeretjük Istent, és szeretjük egymást, tehát szeretjük azokat, akiket Isten ugyanúgy szeret, mint bennünket. Tehát amikor én magyarul megfosztom a szeretetemtől a másikat, az embertársamat, akkor én ezzel azt is mondhatom, így most nem mondom ki, de ez a lényege, hogy az Isten őt nem szereti úgy, mint engem. Akkor én miért szeressem azt a valakit, aki teljesen más, mint én. Tehát ha valaki megérti, és János ezt akarja sokszor újra és újra más szavakkal leírva megértetni velünk, hogy az nincs, nem létezik, hogy valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, és közben gyűlöli az embertársát. Tehát eleve a gyűlölet, az nem fér bele az isteni világképbe, az isteni rendszerbe. Az Sátánnak a természet, ő a hazugság atya, ugye embergyilkos volt kezdettől fogva, mondja Jézus. És ezzel szemben Isten az minden cselekedetében a szeretetet mutatja meg, és ha valaki ezt megérti, elsősorban Jézus áldozatán keresztül, akkor fogja az Istent is, vagy az Atya Istent közelebbről megismerni és befogadni. A másik téma maga Jézus Krisztus, vagy itt ebben az összefüggésben Isten fia. Ennek is van egy gondolatmenete, egy logikai levezetése, hogy Jézus a Messiás, az, aki által keresztül, vagy akin keresztül Isten megmutatja a szeretetét, azt mondja, hogy ha nincs meg bennünk a fiú, akkor nincs meg bennünk az atya sem. Tehát nem lehet külön választani az atyát és a fiút. Jézus valóban emberré lett, és itt kiemelnénk azt, hogy valódi emberré, ugye a doketizmusra utalva nem csak egy látszat formában volt jelen, és akkor ugye az áldozatának is akkor mi értelme van. Ő valóban ember volt, valódi ember volt, a megtestesült Úr által van élete az embernek, a bukott embernek, és azt mondja, hogy akik már hisznek, azok maradjanak meg a hitükben, mert így fogják megőrizni a reménységüket egészen a Jézus eljöveteléig, és ezáltal a hit által győzhető le a világ, a bűn és mindenféle gonoszság, amivel eddig szembesülhetünk. A következő, az most érdekes módon nem a Szentlélek lesz, ezt várnánk, de ő ehelyett a szeretet és a remény kapcsolatát fejti ki jobban. Ugye azt mondja, hogy az atya és a fiú szeretetének van egy előremutató dimenziója. Ez kicsit talán
hát lehet, hogy rossz hasonlat, de ahhoz kötném, hogy amikor van egy házastársi kapcsolat, amit a Földön a legerősebb emberi kötelék, egy idő után többre vágyik. Ugye, mintha egy hiányérzet lenne bennük, hogy ennek a szeretetnek valahogy meg kell nyilvánulni abban is, hogy majd lesz egy gyermekük, és az ő kettőjük szeretete az túlnő ezen a kapcsolaton, és kiteljesedik, megnyilvánul egy harmadik valakinek, a gyermeküknek a szeretetében, ami belőlük is egyfajta új minőségét hozza elő a szeretetnek. Tehát a lemondásnak, az önfeláldozásnak, a türelemnek, csomó mindennek igazából a gyermek születése után lesz értelme, és valahogy a mi hitünknek, a mi szeretetünknek is van egy jelenkori pillanatokon túlmutató dimenziója, ez pedig az, hogy mi valamikor majd találkozni fogunk magával az Istennel, a szeretet forrásával, mert most még ez a kapcsolat így nem teljes. Ugye mondja is Pál apostol, hogy tükör át, ami homályosan látunk. János ezt úgy fogalmazza meg, hogy most még csak tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, de akkor majd látni fogjuk és érezni fogjuk. Tehát van most is egy valós szeretet kapcsolatunk Istennel, de a hitünk az túlmutat ezen, és azt mondja, hogy ennél lesz még jobb is. Ennél lesz még teljesebb is. Tehát a szeretet kapcsolatnak teljesen más minőségét, dimenzióit élhetjük meg akkor, amikor ott leszünk szemtől szembe az Istennel. Most még ez kicsit olyan, mintha leveleznénk, vagy régen mondjuk egy szerelmes pár levelezett, vagy telefonálgatott. Az is a szeretetnek egy gesztusa, egy megélése és egy valós kapcsolat, de amikor ott vagyunk egymással szemben, az egy teljesen más minősége ennek a kapcsolatnak. És ez a hit, ami bennünk is megszületik, ez túlmutat a mostani kapcsolaton, és valami jobbra vágyik, valami többre vágyik, és azt mondja, hogy még az ítéletre is ebből a szeretet kapcsolatból fakadóan bizalommal tekinthetünk, hogy az lesz egy ilyen választó vonal a mostani életünk és az eljövendő örökkévaló élet között, a végső ítélet, amit azért az ember valahol joggal tart, mert látva a saját állapotunkat és a tökéletes Istennek a szentségét, azt mondjuk, hogy hát hogy juthatnánk mi át ezen a választó falon, a végső ítéleten, de János azt mondja, hogy ha valakiben ott van a szeretet, tehát most megvan ez a kapcsolata Istennel, az Atyával, a Fiúval, ugye a Szentlélek által, az még az ítéletre is bizalommal tekinthet, mert a szeretet kiűzi a félelmet. És itt a félelem az nem annyira egy ilyen általános félelem, hogy most akkor, ha szeretjük az Istent, akkor nem félünk a pókoktól, meg a nem tudom mitől, hanem nem fogunk félni az ítélettől, ami az ember számára, a bűnös ember számára a legijesztőbb dolog, mert mihez kezdhetnénk mi a saját érdemeinkkel, de azt mondja, hogy ha mi bízunk Istenben, hiszünk benne, hogy Jézus megváltott, akkor átlátunk ezen az ítéleten, és már az örökké valóság boldogságára vágyunk. És azt mondja, hogy a reménységünk az azért szilárd, mert az Atya munkájára épül. Tehát nem azért, mert magabiztosak vagyunk, és azt mondjuk, hogy mi már olyan szinten vagyunk a hitben, hogy nekünk van olyan magas kapcsolatunk, olyan nagyfokú kapcsolatunk, x óra, imádság, bibliaolvasás, meg egyéb dolgok által, hogy egyenes útunk van a mennyben. Nem, tehát a Biblia azt mondja, hogy mi csak az Atya biztos támaszára építhetünk, erre a munkára, amit Jézusban megkaptunk, ezáltal lehetünk biztosak csak az üdvösségünkben. Tehát a Fiú által megkapjuk a megtisztulást, a bűnbocsánatot, az újjászületést, az ő szent lelkét, az üdvösséget. Ha nem tudom, mi hiányzik még valakinek az életéből. Tehát ezért lehetünk biztosak a jövőnkben és a megváltásunkban, mert Jézusban mindent megkapunk, amire valaha is az ember vágyott. Megtisztulás a bűntől, a rossz lelkiismerettől, megkapjuk az újjászületést, ami egyfajta új kapcsolat, ugye Isten gyermekévé válunk, ami egy örökség, egy jogi kapcsolat is, és az üdvösség, az örök élet reménysége is a miénk. És ugye a harmadik fejezet második vers említi ezt, hogy hasonlókká leszünk hozzá, mert olyannak látjuk, amilyen valójában. Tehát szembeállítva a tükör által homályosan való látást, a valóságos megtapasztalással, és ugye ezzel kezdte János a levelét, hogy mi arról beszélünk, amit láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, ott pedig majd az örök országban olyannak látjuk, amilyen ő valójában.
Tehát ez a tapasztalat, amit ők az ember Jézussal átéltek, minden megváltott számára elérhető lesz az Isten országában. Még néhány fontos témát hadd emeljek ki. Az egyik ez az engesztelő áldozatnak a kérdése. A második fejezet első két verseit kivetítve is látható. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Az engesztelő áldozat egy lehet, hogy magyarázatra szoruló fogalom, és itt le is írtam, hogy ez a görög-római világban általában a haragvó, mérges Istennek a kiengesztelésére, lecsillapítására szolgáló valamiféle áldozat volt. És ez is a legtöbb vallásban ott van. Ugye sajnos nem egy esetben embereket is áldoztak. Miért? Hogy valami előnyt kapjanak, tehát a nagy közösség mondjuk kapjon esőt, vagy termést, vagy akármit, vagy megmeneküljenek a haragú Istennek különböző csapásait, amit általában ilyen természeti csapásokban láttak megnyilvánulni. Baál kultuszra gondolunk, vagy akár más modernebb vallásokra, de a Biblia is megemlíti többször azt, hogy emberáldozatot is mutattak be azért, hogy a haragú Istent lecsillapítsák. Egyébként Ábrahám tapasztalata is így értelmezhető ennek a hátterében, hogy hát meddig megy el Ábrahám, hogy képes-e megtenni olyat, amit az ő hite szerint soha nem kérne Isten, csak másfajta istenek, akik ilyen szörnyű dolgot kérnek, de ez is az ő bizalmának, a hitének egy végső megmutatkozása volt. De a lényeg az, hogy az Ószövetség gondolkodásában itt nem arról van szó, hogy ki kell engesztelni egy haragú Istent, hanem ez a bűnrendezésnek egy meghatározott módja, ahogy Isten megbékél az emberrel. Tehát az engesztelő áldozat az nem egy ilyen indulatból vagy félelemből fakadó áldozat volt, hanem Isten terve, amiben nem is az ember szenved igazából, hanem Isten, mert ő küldi el az egyszülött fiát, mint engesztelő áldozatot, mint bárányt, és ő az, aki békességet teremt Isten és ember között. Egy érdekes gondolat, amit még itt megemlítenék, ez a kegyelem trónusa, ami szintén az engesztelő áldozathoz kapcsolódik, hogyha el tudjuk képzelni a frigyládát, ami a szentek szentjében volt, akkor ugye egy ládát el tudunk képzelni, aminek van egy fedele, és a fedélen voltak ezek a kérubok, angyalok a szárnyakkal, és itt jelent meg az Isten dicsősége a szentek szentjében. És amikor a nagy engesztelési nap elérkezett, akkor vért hintettek ide az engesztelés napján, és hogy ez is egyfajta jelzés annak, hogy valójában Jézus vére az, ami engesztelést szerez, és kapcsolatot teremt az Isten dicsősége között, és hát érdekes gondolat, hogy ott van a frigyládában a 10 parancsolat, ami gyakorlatilag egy az egybe elítél bennünket, mindannyiunkat, és ott van fölötte a kegyelem trónusa, Istennek a szentsége és a dicsősége, és a kettő között van gyakorlatilag a kegyelemnek a forrása, Jézus Krisztus vére, ami megtisztít és megvált bennünket. Tehát amikor engesztelő áldozatról olvasunk itt az Új Szövetségben, akkor itt semmiképpen nem egy ilyen emberi cselekedetről van szó, hanem Jézus Krisztus cselekedetéről, az ő megváltói munkájáról és önfeláldozásáról. Még egy témát hadd említsek meg itt a vége felé, ez az Antikrisztusnak a megjelenése. Nagyon sokszor szerepel ez a kifejezés a levélben, majd elolvassák, 5 fejezet, nem egy túl hosszú. És azt mondja, hogy az Antikrisztus igazából nem egy megnevezett konkrét személy vagy személyek, de úgy tűnik, hogy többen is János személyében olyanok voltak, akik Krisztus ellenében léptek fel. De tényleg nincs konkrét név, vagy olyan leírás, hogy be lehetne azonosítani. Amit tudunk, hogy tagadták Jézus istenségét, Jézusnak a megváltói, messiási szerepét, hittek a lélek valamilyen különleges megnyilvánulásában, és hát érdekes módon annyira hittek ezekben a dolgokban, hogy közben az emberek iránti szeretetet elhanyagolták. Ez is egy veszélyes jelen mindenféle tévtanításnak. Tehát amikor az igazságom az fontosabb, mint a szeretet, amit Istentől meg kéne, hogy tanuljak.
És úgy tűnik, hogy valamikor ők a gyülekezet tagjai voltak, de már elhagyták az egyházat, és János azt mondja, hogy ők valójában nem is voltak sohasem keresztények, tehát a szószoros értelmében, mert ők soha nem fogadták be a világosságot az életükbe, így Krisztus ellenében, tehát antikrisztusként léptek fel. És ha ennek a gondolat mellettét nézzük, egyfajta ilyen furcsa párbeszéd van az egész levélben, főleg a negyedik fejezetben, hogy mi azt mondja, hogy Isten a szeretet, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Miért? Mert Isten szeretet. Tehát egy ilyen önmagába visszatérő logikai gondolkodás van, de ha így végigfutjuk ezeket, akkor végig a szeretetnek minden kapcsolati szálát így fel tudjuk rajzolni, tehát az Isten a szeretet, amit megkaptunk Jézus Krisztuson keresztül, ha szeretjük Isten, szeretnünk el egymást, szóval így minden mindennel összefügg, és az Isten szeretete és a szerető hívők együtt kéz a kézben járnak. Tehát ez gyakorlatilag az etikája a János első levelének. És a fő témákhoz még visszatérve, itt az ötödik fejezetben van egy gondolat, ez pedig a halálos bűnöknek a kérdése. Nem tudom, ezzel találkoztunk-e már, illetve hát vannak is ilyen felsorások, hogy ez a halálos bűn, a többi az nem annyira halálos. Hát ha a Biblia egész gondolatát nézzük a bűnről, akkor mennyire tudjuk ezt a felosztást így vajon hitelesíteni? Tehát van-e olyan bűn, ami nem vezet halálhoz? Hát ugye azt mondjuk, mondjuk a gyilkosság, az nagyon halálos, az nagyon rossz, meg egyebek, de hát enni a fáról az olyan nagy dolog volt? Mégis halálhoz vezetett. Tehát itt is megint a lencséket rakjuk megfelelő sorrendbe. Tehát János biztos nem azt akarja mondani, hogy a bűnt lehet így csoportokba rakni, hogyha most ezt az ötöt elkövetem, akkor meg fogok halni, ha a másik ötöt nem, akkor azért még van esélyem. Hanem a fő probléma az, hogy hogyan viszonyunk azokhoz a testvéreinkhez, akik vétkeztek. Mert ugye mondja, hogy ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, valljuk meg bűneinket, ő hű és igaz és megbocsát. De mi van, ha látom, hogy a másik vétkezik? Akkor azt mondja, hogy akkor imádkozzak érte. Hogy nehogy az ő bűne végül halálba vezesse. Tehát amikor annyira megkeményedik, hogy már nem fog a bűnéből akarni megszabadulni. Tehát a fő kérdés itt a mások segítésére, vagy a másokért való aggódása, vagy ennek a hajlandósága a kérdés. És azt mondja igazából, hogy ne pletykálkodjunk a másik bűnéről, hanem imádkozzunk egymásért, tehát ha valami problémát látunk. És a halálhoz vezető bűnt inkább így futólag említi meg, nem ez a fő témája, mert gyakorlatilag a lelki értelemben minden bűn már most halálhoz vezet bennünket. Itt inkább azt az elhajlást akarja megemlíteni, hogy az hova fog vezetni, aminek örök halál a vége. Tehát másrészt a Biblia azt mondja, hogy minden bűn halálhoz vezet, ugye Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. Tehát, és nem mondja azt, hogy X, Y, meg akármilyen bűn zsoldja a halál, hanem a bűn zsoldja a halál. Tehát a bűn természete az, hogy Istentől elszakadok, szembefordulok vele, ki akarok lépni abból a keretből, amit Isten nekem, mint teremtményének megadott. Tehát János nem azt mondja, hogy akkor a vétkező testvéredet zár ki a közösségből első lépésként, hanem imádkozz érte, küzdjél érte, hogy a bűne az ne vezessen végül a teljes pusztuláshoz, az Istentől való elszakadáshoz. Röviden talán ennek a szakasznak a lényegét ebben lehetne megragadni, de ezért ez egy vitatott szakasz, ezt hozzá kell tenni. És van még egy vitatott rész, ezt is el kell mondani a teljes kép kedvéért, ez az 5. fejezet 7. 8. verse. És ugye talán volt szó arról a bevezetőben, hogy sem az Ószövetségnek, sem az Újszövetségnek nincsen olyan kézirata, hogy azt maga az író írta volna le, tehát másolatok vannak. A másolatok összhangban vannak egymással, de bizonyos kisebb eltérések vannak. Na most erre látunk itt egy példát. Ennek a versnek a dőlt betűkkel szedett részei a legrégebbi, tehát a legkorábbi kéziratokban nem szerepelnek. Ugye, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ugye, ha ezt így elolvassuk, akkor mondhatjuk azt, hogy a Szent Háromság
vitája meg van oldva. Hát vélhetően a korabeli másolók vagy biblia őrzői is ezt a gondolatot próbálták így aláhúzni, de a legelső kéziratokban, tehát egészen a 4. századi kéziratokig ez a dőlbetűvel szedett pár gondolat nem szerepel. Ezzel együtt a levél nem tagadja és nem is vitatja a Szent Háromság kérdését, de hogyha így helyesen akarjuk olvasni a régi szöveget, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér, és ez a 3-1. Tehát a régebbi szakaszokban ez szerepel, bizonyos bibliákban is ez így van, vagy az újabb kiadásokban ott van zárójelben, vagy lábjegyzetben, hogy ezekben a kéziratokban így és így szerepel. Vélhetően ezt hát Luther úgy magyarázta, hogy úgy jegyezte meg, hogy a régi teológusok és az ariánusok ellen ügyetlenül betoldott szövege lehet ez. A lényeg az, hogy a szöveg variánsok követhetők és beazonosíthatók, tehát ez a levélnek a hitelességét nem befolyásolja. Nyilván, amikor terjesztették később ezt a levelet, akkor már ebben visszatükröződhet az a vita, ami a Szent Háromság tagadással kapcsolatban megjelent, és ezért ez a jegyzet vagy valami oldalszéli gondolat így bekerülhetett, de a különböző kiadásokban, kritikai kiadásokban ez fel van tüntetve. Van még több ilyen is a Bibliában, például amikor ha jól emlékszem, az is Jánosnában, hogy a Betesdai tónál, amikor mennek a betegek gyógyulni, akkor ott is van egy ilyen jegyzet, ami bekerült a szövegbe, hogy az angyal felkavarta a vizet. Tehát ez sem volt ott régen, csak ez volt egy hirdelem, hogy egy angyal kavarta fel annak a tónak a vizét, és ezért gyógyultak meg ott emberek. Egyébként ez egy ilyen gyógyvíz lehetett, és hát mutatja ennek a hatékonyságát, hogy ott feküdtek évtizedek óta emberek. Tehát azért annyira mégsem volt ez csoda víz, de mégis hittek benne, és sok ember ott volt, és ott Jézus egy embert meggyógyított. Tehát van néhány ilyen szakasz, néhány ilyen gondolat. A Károli Biblia is egyébként ezeket szokta jelezni, hogy zárójelbe teszi, vagy lábjegyzetként látjuk, az újabb bibliákban pedig ezek mindenhol fel vannak tüntetve, hogyha különböző kéziratokban eltérés van, akkor ezt így be lehet azonosítani. Hát ennyit gondoltam, és ennyi fér bele nagyjából az időnkbe a János első leveléről. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, a türelmet.